A vagyonvédelmi napot az Országos Rendőrfőkapitányság kezdeményezte. Sok városban voltak hasonló rendezvények, de Szegeden állt rajthoz a legtöbb csapat. Családvetélkedőt hirdettünk, tehát itt 14 háromfős csapat jelentkezett, ahol van gyermekkorú is, általános iskola felső osztályosokat vártunk, van egy felnőtt korosztálybeli csapattag is, és van egy nyugdíjas is. Ennek pedig többszörös a jelentése, de talán a kommunikációja leginkább az, hogy a családoknak egymás segítve, egymásra odafigyelve kell, hogy a prevenciónak a legfontosabb területeit elsajátítsák a családok. Először egy 13 plusz 1 kérdésből álló vagyonvédelmi tesztet töltöttek ki a versenyzők, majd 12 állomáson kellett végigmenni. Kávai Tamás és családja Felgyőről érkezett, és mint elmondták, többféle módon is védik a házukat. Biztonsági zárral, kutyával, hát kameránk az nincs, meg egymás szomszédokkal egymással összebeszélve vigyázzunk egymás. Mennyire volt nehéz ez a teszt, amit most kell kitölteni? Szerintem nagyon egyszerű volt. Minden kérdésre tudtuk a választ. Az egyik állomáson az állatvédelem is szóba került. Bemutatták, hogy miért ne vegyünk lehetőleg krokodilbőrtáskát. Egy másik helyen 6 kinagyított ujjlenyomat közül kellett kiválasztani a 2 egyformát. Ez fogós kérdésnek bizonyult. A vetélkedő első 3 helyezettje értékes ajándékcsomagot nyert. A többiek vagyonvédelmi jó tanácsokkal és a verőfényes vadaspark élményével gazdagodtak.